Úgy itt lennék veletek. Hát kijöttem már egy kicsit a természetben, mert ugye otthon Csepete elég unalmas. Megjöttem már körbe, jöttem nézni a gombákat, vagy a múltkor, ahogy mondtam a beszélgetős videóba. Hát mit mondjak nektek? Hát még idáig még nem nagyon találtunk egy gombát se. Akkor beszélgessünk egy cseppet. Hát néztem ezeket a nagy videósokat, tudjátok, ezeket a Filmkiller, akkor Herbie, Tóri Tamás, meg ezeket. Hát nekem ezekről olyan a véleményem, hogy hát némelyik nagyon unalmas, akkor némelyik nagyon ilyen nagyképűre teszi magát, meg ilyesmi. Hát nem tudom, hogy mi legyen ezekkel. Hát ezt szoktam nézeget, amikor nem csinálok úgy semmit. Akkor tegnap voltam melózni, dolgozgatni egy cseppet, ugye ahogy mondtam is nektek, tegnapi videóban. Hát, hogy mondjam nektek, hogy igaz, hogy mondtam is nektek, hogy egy kicsit nehéz lesz a videózgatás is. Már az ember már sokszor nem tud újakat mutatni nektek, hogy jó legyen, hogy meg tudjak nektek felelni. Hát azért jöttem ki ide a természetbe, hogy nézzétek meg, hogy látható, hogy hol szoktam lenni, meg miket szoktam csinálgatni. Hát ezért nekem így néz ki ez a természet. Ugye hát a természetről annyit kell tudni, hogy aki ugye városi gyerek, meg valami, meg ilyen, hogy nagyobb városokban lakik, hát azért, ha kijön a természetbe cseppet, akkor teljesen más, frissebb a levegő, másképpen vannak az egész madarak, mindenek. Hát ugye, ez egy kicsit veszélyes dolog is itten, mert ugye el lehet tévedni is, aki nem nagyon ismeri az erdőt. Azt, hogy mondjam nektek, mert ez a Bükk-hegységben van található, ez a rész, ahol most vagyunk. Hát még erről annyit lehet tudni, ugye, hogy látható az útat is, végig lássátok. Hát itten elég a kicsit nem figyel oda az ember, nem úgy, mint ott a nagyvárosban, hogy rohan megy az emberek, meg ilyesmik. Hát itten nagyon oda kell figyelni az utakra, melyik részen mész, akkor elbámészkodol, akkor hogy el ne tévedjél, meg ilyenek. Mert itt szoktak lenni ilyenek, hogy szarvasok, nagyon ritkán előbukkannak egy-kétszer. Akkor itt szokott lenni róka is, rókát is láttam már itt ezen a környéken. És azokkal az állatokkal is nagyon vigyázni kell velük, mert némelyik lehet ilyen veszett, meg van veszve az állat. És hogy meg van veszve az állat, ugye, hogy az ember is rákap, vagy megharapja a kezét, vagy itt a lábát is, ahogy megkapja véletlenül, és akkor hát az egy kicsit elég szar, mert akkor az ember is megveszett, ugye, mert ahogy mondtam is nektek, hogy az állat, ahogy meg van veszve, és hogy látok valamit, nem tudom, hogy mi volt ez a nagy csapódás, na mindegy. Hát visszatérve a lényegre, hogy a veszett állatokról annyit kell tudni, hogy közelükben nem nagyon szabad menni, ez az egyik. Meg a másik meg azt, hogy jobb inkább kikerülni, mert hogy mondjam nektek, hogyha bekerültök egy kicsit közelebb, akkor azzal nagyon vigyázni kell, mert most hiába adja az ártatlant, hogy oda akar menni hozzátok, hogy simogassátok meg ilyesmi, hogy játszani veletek, meg ilyenek, azt ne engedjétek túl közel magatokhoz, mert meg fog harapni, megkap véletlenül, és akkor már meg is van a baj, mert abból a pár pillanat, és akkor már megvan belőle a baj. Na, akkor ez az egyik. Akkor nézzétek körbe, lássátok, hogy hova hoztalak el titeket. És még, hát, itten még vannak még ugye szarvasok is. Hát, nagyon
mondtam, hogy a Bükk-hegységben található ez a rész, ez a terület. Hát itt tudjátok, hogy itt szaladgálnak, meg jönnek, mennek, mert ahogy nagy az erdő. És azért az egy kicsit veszélyes lenne, mondjuk például itt jönnék egy motorra, azt szembe találkoznál egy nagy szarvassal. Hát szerintem azért egy kicsit meglepődnék, meg megilletődnék, hogy hoppá, mondom, hirtelen itt a szarvas. Hát de mindegy, én legalábbis így vagyok vele, meglepődnék vele, de nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de ez jó, ez jó. Akkor láthatók itten egy-két helyen már, itt is láthatók szerintem, hogy itt már valakit már, itt már mászáltok, mert itt ahogy látszódik a nyomok, itt is találhatók a nyomok, lássátok, hogy itt is valami kisebb fajta állat mászkálhatott itt errefele. Hát hogy mondjam nektek, hogy akkor ott arra befele nem nagyon érdemes menni, mert itt az út, és az út vele, az a lényeg, hogy itt az úton tartózkodjatok, hogyha mentek is valahova, az ilyen részen mentek, és akkor itt látható az út, se jobbra, se balra ne menjetek be, mert vagy balra és jobbra, és nem szabad, mert letévedtek, eltévedtek, és hogyha ne találtán eltévednétek, a fának itt található ez a moha. Akkor ez a moha azt jelenti, hogyha letévednétek az út mentiről, és akkor ezt figyelitek, itt az egyik fa, itt van a másik, akkor itt a harmadik, itt a második fa, lássátok, és akkor itt ezt kell nézni, a mohát, mert ugye, hogyha nem találtok a fán mohát, akkor az már baj, mert akkor már el vagytok tévedve, akkor olyan részre bementetek, ahova nem szabadott volna bemenni, és hogy mondjam még nektek, hogy megértsétek, próbálom minél lassabban elmagyarázni nektek, ja, meg még vannak egy-két olyanok, hogy a fának a koronáit, ahogy nézitek, hogy vannak fent a fák, és akkor ahogy mentek befele, hogyha minél sűrűbb a fának a koronája, akkor az már baj. Akkor azt már akkor arról észre lehet venni, hogy eltévedtek, vagy eltévedtetek, és még akkor még a szagokról szeretnék nektek beszélni. Vannak olyan szagok, hogy ilyenek, hogy a kiöltözött természetbe. Ugye van a friss levegő, és a benti, a városban a benzinszagok, meg ezek a gázszagok, meg ilyesmik. És ki nem tudom, hogy kinek milyen a szag, az orrának a szaga, hogy tudja érezni. Akkor itt kint a természetbe kijöztök, vagy körbenéztek, majd ezt próbáljátok ki. Kimentek a természetbe, szívjatok fel egy nagy levegőt, és akkor a levegő belül kicserélődik a friss levegőre, és akkor az egész szervezeteket átalakul, meg minden, és akkor tisztább lesz az belső szervetek, és akkor ugye tudjátok a friss levegő miatt, hogy beszívítátok a friss levegőt, és a gázos, a kocsiszag, meg benzin, meg ilyesmik, és akkor motorszagok, meg ilyenek. Hát itt-kint meg kicserélődik. Ja, viszont még visszatérve a szagra. Akkor, hogy kijöttetek a természetbe, körbenéztek, álljatok meg egy pont helyen, mint például én így, ahogy megállok, és akkor próbáljatok egy helyre koncentrálni, figyeljetek, meditáljatok, és akkor ahogy elkezdtek meditálni, hallottok egy bizonyos hangot, ha már hallottok a hangot, akkor az már jó. Nem kell megijedni, mert ez azt jelenti, hogy valamire nagyon pontosan oda tudtok koncentrálni, és akkor azok is fognak nektek segíteni, és akkor látható itt a Földön is, hogy vagyunk így a Földön, itt van a Föld. És akkor a Föld,
hogy mondjam nektek, hogy nem akarom elkapkodni, meg elsiet, mert ezért is már letoltatok egy párszor. Minél lassabban próbálom nektek elmagyarázni. Akkor például vegyetek egy, mit tudom én, egy fát. Például. Vele szembeállsz a fával, és akkor csak így megállsz egy helybe. Elkezd el rajta meditálni, meditálsz, de csöndbe, belülről, és akkor még ha meghallod a szívednek a dobbanását, akkor az már jó, akkor már agyilag is tudod gondolkozni, meg belsőleg is tudod gondolkozni. És akkor olyanokat meg tudtok majd csinálni, akkor lesz majd képességetek, akkor olyanokat meg fogtok csinálni, vagyis meghallani, olyan külsőli a hangokat meghallotok, amit más emberek nem hallanak meg. És akkor egy kicsit megpróbálom nektek bemutatni, nagyon pár másodperc csöndbe maradok, és akkor füleljetek is, és akkor innentől kezdve egy kicsit csöndbe maradok. És akkor erre a hangra visszatérve, hogy akkor ezt a hangot, hogyha halljátok szépen a fületekkel, meg mindennel, és innentől akkor majd írjatok, lájkoljatok, és akkor sziasztok!